90. születésnapján köszöntötte a városvezetés nevében, és a miniszterelnök jó kívánságával nyúlné Panka nénit, Engert Jakabni polgármester és Jánosi István a körzetképviselője. A születésnapi köszöntésen a gyermekei mellett hugai és a család férfi tagjai kívántak a szépkorú ünnepeltnek jó egészséget és még további boldog éveket. Nyúlpáni Juliska, vagy ahogy a család hívja Panka, máig nagyon szereti a virágokat, Kedvence a flamingó, így családja csodálatos csokrokkal halmozta el, de készültek sok süteménnyel, és két tortával is a kerek évfordulós köszöntésre. Hetem voltak testvérek, hat lány és egy fiú, édesanyjuk elvesztése után Panka néni vette át a gondoskodó anya szerepét, amiért a mai napig hála, szeretet és tisztelet övezi testvérei részéről. Házasságából két gyermeke született, egy fiú, öcsi, és egy lány, baba, ahogy Panka néni becézi őket a mai napig is. A születésnapos dédnagymamának öt unokától öt dédunokája született, ahogy ő mondja, öt dédie van, a legkisebb egyéves. Árad a szeretet a család minden tagjából, lelkük szépség arcukon is tükröződik. Ez a szeretet és az összetartozás, ami a családjukban van, a hosszú élet egyik titka bizonyosan, mondták ezt többen is a családtagok közül. Valamint a jó férj tette hozzá az ünnepelt, mert mint elmondta, nagyon szép házasságban élt szerető férje mellett, aki 70-es évei elején boldogult meg.